A World Trade Centert, magyarul a világkereskedelmi központnak az építkezését 1966-ban kezdték el. Az üvegdoboz stílus képviselő tagolatban épületegyüttes jellemzői közös sorolható a geometrikus osztatok és vertéksíkok, az üvegfalak és az óriási teherbírású gyámoszlopok. A felhőkarcoló acél szerkezete 1971 tavaszán készült el, az első bérlők 1972-ben költöztek be az északi toronyba, még a déli tornyot 1973 nyarán adták át. Alapterülete 6 hektár volt, a tornyok tövében létesített tér kiterjedése pedig meghaladta a 20 ezer négyzetmétert. A World Trade Centernek az emberiségbe vetett bizalom kézzelfogható erekévé kell válnia, kifejezésre juttatva az egyes ember méltóság iránti igényét, az együttműködést, az összefogást, a szükségszerűséget és a felismerést. Végső fokon pedig a nagyság felfedezésére irányuló képességét. Yamasaki-tól idézve. Sokan úgy tartják, hogy csak 2001. szeptember 11-én történt a terrortámadás a World Trade Center ellen. Ez nem igaz. Először 1993. február 26-án történt helyi idő szerint 12 óra 17-kor a világkereskedelmi központ északi tornyának alaksori garázsában a terroristák felrobbantottak egy körülbelül 680 kg robbanószerrel megrakott kis buszt. A felrobbanó bombántól 6-an meghaltak, több mint 1000-en pedig megsebesültek, és az épületben is súlyos károk keletkeztek. A detonáció mintegy 30 méteres rést ütött ki, 4 alaksori szint betonjában. A terrorcselekményért 6 muszlim szélsőséges ítéltek el 1997-ben és 1998-ban, egyenként 240 év börtönbüntetésre. A bíró szerint a támadás fő célja az északi torony testabilizálása és a déli toronyba döntése volt, amivel mindkét torony megsemmisítették volna. 2001. szeptember 11-én a terroristák egyidejűleg 4 utasszállító repülőgépet térítettek el. Az amerikai Egyesült Államokban a 4 gép közül az első New York idő szerint 8 óra 46-kor, a második 9 óra 3-kor a világkereskedelmi központ ikertornyaiba, a harmadik Washingtonban, az USA hadügyminisztériumban, azaz a Pentagon épületébe csapódott be. Ezt eredetileg a Fehérházba vezették volna bele, ám az utolsó pillanatokban a gép tett egy közel 270 fokos fordulatot, ezzel a Pentagonban irányítva azt. A negyedik, amelyet valójában akartak a Pentagonnak vezetni, a terroristák Pennsylvania államban lezuhant. A képen látható World Trade Center két ikertornya, melyek a becsapódó repülőgépektől kigyulladtak, majd röviden egymás után összeomlottak. Noha a VTC-t úgy tervezték, hogy a felhőkarcolói kivédjék a viharos erejű légköri mozgások és a külső tényezők okozta jelentős roncsolások, beleértve egy utasszállító repülőgép becsapódása hatását, a két épület nem tudta feldolgozni és túlélni azt az óriási hőt, amelyet a neki irányított repülőgépektől kiömlő és lángba boruló 60-70 tonnányi üzemanyag termelt. Az irtózatos hőség megolvasztotta és leválasztotta a betonelemeket, a belső acélvázról és a külső rácsozatról, a forróság következtében az utóbbiak szintén elveszítették ellenállásukat, így végül összeomlottak saját súlyuk alatt. Érdekes azonban, hogy később a romok között még mindig sokkal magasabb hőmérsékletet mértek, mint ami az üzemanyag égési hőmérséklete. Ez a tény egyesek szerint arra utal, hogy a támadás előtt szisztematikusan robbanóanyagot helyeztek el az épületben, elősegítve annak összedőlését. Érdekességek viszont a következők. 1971. augusztus 7-én reggeli órákban Philippe Petit, francia kötéltáncos, több ízben is átsétált az épület két tornya között kifeszített kötélben. A bámészkodott tömeg feszült állapotban követte végig az attrakciót. És a második, az épületeket úgy tervezték, hogy esetleges összeomláskor magukban roskadjanak. Ez a támadáskor így is történt. 2010. júliusában az épület romjai között egy 18. századi hajót találtak. Az épület romjai között találtak egy éppen maradt fát, annak ellenére, hogy a tornyok körül nem volt egyetlen egy fa se.
Végőzetül pedig pár érdekességet, ami feldolgozta egyébként ezt a 2001. szeptember 11-i terrortámadást, vagy éppen, hogy utaltak rá. Nem az, hogy utaltak rá, hanem inkább, hogy szerepelt benne egy-két filmben. Először is az 1976-ban bemutatott King Kongot, amiben a legismertebb jelenetében az óriás majom mancsában Jessica Lange átugrik az egyik toronyról a másikra, mielőtt levetné magát a mélységbe. A másik a Woody Allen-től, szintén 1979-ben Menekülés New Yorkból című klasszikus akciófilm. És a leginkább az a film, ami feldolgozta ezt az eseményt, 2006-ban mutatták be, World Trade Center néven, amiben igazából bemutatták, hogy hogyan is történt igazából ez a katasztrófa Nicolas Cage főszereplésével. 2006-ban, 2006 és 2013 között építették fel a One World Trade Center-t, ami a mai napig áll, és természetesen a World Trade Center az emléket, ami mai napig őrzi emlékeket, azoknak az áldozatokat, akik sajnos ott voltak bent az épületben. Tehát a One World Trade Center, illetve az emlékmű, ami tökéletesen bemutatja, hogy a két ikertorony hol állt régen, és ott vannak belevésve mind a északi és mind a déli toronynak az áldozatai neve, mint tűzoltó, rendőr, vagy éppen civil, állampolgárú ember. Most itt végezetül bemutatnék, egy kis részletet mutatnék a 102 Minutes World Trade Center második részéről, ahogyan összedőlt mindkét épület, és mindkét torony, és ezzel szeretném megköszönni a figyelmet. 18 éve történt sajnos ez a katasztrófa, vagy bocsánat, 19 éve történt. Úgyhogy ennek végezetül ezt mutatnám be, emlékezzünk rájuk ezzel a videóval kapcsolatban. Sziasztok! World Trade Center appears to be on fire. Der zweite Turm zusammen. In diesem Moment bricht der nördliche Turm des World Trade Centers zusammen. Wir können nur alle hoffen, dass alle Menschen aus diesem Turm evakuiert sind. Es gibt kein World Trade Center mehr. New York hat sein Wahrzeichen verloren. Die
Welt hat ein Wahrzeichen verloren.